Mai utolsó kísérletünk a vákumszivattyúval egy történelmi kísérletnek a megismétlése lesz. 1654-ben Magdeburg városában két kb. 40 cm sugarú fém gömb közül kiszívták a levegőt, majd a gömböket összetartó csatlakozást megszüntették. Ezek után a gömböket kétszer 8 lónak sem sikerült széthúznia, szégyenhúznia. Ezt a kísérletet próbáljuk meg mi is rekonstruálni, egy kicsit kisebb formában. Vizsgáljuk meg a magdeburgi gömböket. Ez két félgömb, két olyan félgömb, amelyen semmi csatlakozó nincsen, semmilyen csata vagy egyébek, titkos csata, amivel összecsatolnánk ezeket, és látjuk, hogy bizony ezek könnyen szétszedhetőek, mindaddig, amíg a kísérletet nem kezdjük el. A félgömbök közül ki fogjuk majd a vákumszivattyú segítségével szívni a levegő nagy részét, csökkentetni mást alakítunk ki. A jobb tömítés érdekében először egy kis vákumzsírral bekenjük a félgömböket. Félgömböket összeillesztve megkeressük a bejelölést, hogy pontosan illeszkedjenek egymáshoz, és nehogy egy kis levegő beszökjön majd a gömbök közé. Csatlakoztatjuk a vákumszivattyúhoz. A gömbök köztartott csapat kinyitva, rákötve a szivattyúra, elkezdjük belőlük a levegőt kiszívni. Egy picit kell csak várnunk, amíg kellően kicsi nyomás alakul ki a belsejében. Elzárva a gömbök csapját, leszedem a gömböket a szivattyúról, leveszem ezt a gumicsövet, rárakok egy kalantyút, aminek segítségével jó erősen meg fogjuk tudni majd fogni a gömbök egyik és másik felét. Megkérném a kollégámat, hogy segítsen nekem széthúzni a gömböket. Elkezdjük húzni, és bizony látszik, hogy jó nagy erővel sem tudjuk ezeket a gömböket mi széjjel szedni. Ugyan nem vagyunk mi kétszer 8 ló, az 16 ló összesen, csak két erős férfi ember, kisebb is ez a gömb, de nekünk sem sikerült ezt szétszedni, mert a külső lényomásnak az elejét tartja. Hogyha egyébként ezzel a csappal megszüntetem a benne lévő vákumot, pontosabban csökkentett nyomást, mert csavarom ezt a felső zárat is, akkor utána két gömböt viszonylag könnyedén szét tudom szedni, hiszen most már nem volt nyomás különbség, amely a gömböket összepréselte volna, a külső nyomás nem szorította össze a gömböket, legalábbis amekkor erővel összeszorította, ugyanakkor erővel nyomta a benne lévő levegő nyomása is kifele ezeket.